A művészet varázs, mely átalakít. A könycseppet? Persze gyöngyszemmé nem. Az embert emberi azonban igen. Poszler György irodalomtörténész szavaival köszöntöm Önöket, az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola, Művészeti Iskolájának 30. születésnapja alkalmából rendezett jubileumi koncerten. Ilyenkor szoktam megígérni, hogy az iskolánk hosszú nevét az est folyamán többször nem fogom kimondani, ezt most is megígérem. Köszöntöm kedves régi és jelenlegi kollégáinkat, intézményvezetőasszonyt, iskolaigazgatókat, tanítókat, óvónőket, akik elfogadták meghívásunkat, hogy együtt ünnepelhessünk a jeles nap alkalmából. Nagy öröm számunkra, hogy itt köszönhetem vendégeink között iskolánk első igazgatónőjét, Tigelman Józsefnét, aki elkezdte a munkát 1990-91-ben, és aki folytatta azt, az iskola második igazgatónőjét, dr. Szeliérné Cina Györgyit. Külön köszöntöm meghívott vendégeink között Vargáné Farkas Aliszt, a Pécsi Tankerületi Központ kréta és tanügyigazgatási referensét, és Sóber Józsefet, a Pécsi Tankerületi Központ tanügyigazgatási referensét. És engedjék meg nekem most, hogy felkérjem Tigelman Józsefnét, iskolánk első igazgatónőjét, hogy szóljon néhány szót a múltról. Nagy szeretettel és büszkeséggel köszöntöm a 30 éves művészeti iskolát, annak valamennyi tanulóját, kollégákat és minden vendéget. A 30 év már elég hosszú idő ahhoz, hogy egy rövid visszatekintést lehessen tenni, hogy honnan indultunk és hova jutottak el a mai napig. Hát egy kicsit, ha finoman akarom kifejezni magam, szerény körülmények között indult az iskola, vonatkozik ez a tárgyi feltételekre, meg arra, hogy több évbe tellett, mire megtaláltuk azt az épületet, ahol most működik az iskola. Hiszen dolgoztunk a Málomi régi iskolába, dolgoztunk az egyes számú bölcsődébe, aztán a volt technika épületébe, és mikor megszűnt a hármas számú bölcsőde, akkor költözött oda az iskola, és támogatásokkal sikerült olyan körülményeket kialakítani, tánctermet és a zenetermeket is, amilyen körülmények között most már nagyon jó feltételek mellett dolgozhatunk. Mindössze 100 gyerekünk volt, akik jó részt itt a környező iskolákból, illetve a nevelési központ iskoláiból kerültek ki. Mind a három tanszakon 2-3 pedagógus dolgozott. És innen, szokták mondani, hogy innen szép nyerni, tehát innen indultunk addig, hogy néhány év után akkor már lehetőségünk volt arra, hogy a nevelési központ szinte valamennyi ünnepségen szerepeltek a gyerekeink, mert már olyan színvonalúak voltak, és már városi ünnepségeken is, sőt, kezdtek megjelenni a területi, a regionális és az országos versenyeken is, ahol már eredményekkel jöttek vissza. Örültünk neki, és a helyi, elsősorban a nevelési központos, meg önkormányzati támogatásból a személyi feltételeket is tudtuk fejleszteni, úgyhogy így alakult ki a tantestület. Természetesen a gyereklétszám is emelkedett, és meg kell, hogy mondjam, hogy a szülők nagyon sokat segítettek. Nem csak a türelmükkel és a biztatásukkal, hanem a gyerekeket is nagyon sokban támogatták, hozták, vitték őket a rendezvényekre, ide hozták őket, és különböző támogatásokkal az iskolát is segítették. Nietzsche mondta, hogy a művészet az tulajdonképpen arra való elsősorban, hogy az életet szépé tegye. Én azt hiszem, hogy ez a mai világunkban, ahol még harag, gyűlölködés bőven előfordul, a művészetek és a művészeti iskola egy igazi békeszigete lehet. Gyerekeink tanulnak itt türelmet, egymáshoz való alkalmazkodást, és azt, hogy figyelni kell arra, hogy a másik mit csinál, hiszen gondoljunk arra, hogy egy zenekarnál
ha nem figyel oda a társaira, akkor azért abból nem lesz egy szép előadás. Vagy például egy csoportos képzőművészeti alkotásnál, ha nem tudnak jól együtt dolgozni, az meglátszik a végeredményen. De igaz ez a táncra is, ahol a koreográfiát csak tényleg nagy odafigyeléssel adhatják úgy elő, hogy az élvezhető és jó színvonalú legyen. Én szeretném megköszönni kollégáimnak és mindazoknak, akik közreműködtek abba, hogy az iskola ilyen színvonalú teljesítményeket hozzon, hiszen a mai nap már nagyon sok városi, és, illetve regionális és országos eredménnyel dicsekedhetnek, és reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz. Én ehhez sok türelmet, kitartást kívánok, és kívánom azt, hogy továbbra is nagyon jól tudjanak együttműködni a szülőkkel, hiszen a szülő az, aki mindent megtesz a gyerekért, azért, hogy belőle egy kiegyensúlyozott, tehetséges és jól teljesítő gyerek legyen. Ebben támogatnak bennünket, és ez nagyon nagy dolog. Gratulálok az iskolának az eredményhez, és kívánom azt, hogy kitartással, türelemmel alkotó munkájukat továbbra is teljesítsék. Nagyon szépen köszönöm igazgatóasszony szavait. Viszont folytatom egy kicsit még a köszöntés sorát, hiszen köszönet jár családtagjainknak, akik most velünk együtt ünnepelnek, hiszen az, hogy iskolánk zavartalanul és szakmai színvonalát folyamatosan megőrizve működhet, az nekik családtagjainknak is köszönhető. Ugye nem ismeretlenek ezek a mondatok? Ja, hogy megint versenyre mész a hétvégén? Na nem baj, megoldom valahogy. Vagy hogy csak várj nyugodtan a ruhákat, ne is zavarjon, hogy a nadrágom két hete szakadtál, jó lesz ez így még. Vagy hogy kottát írsz, hangszerelsz? Na jó, egyedül vacsorázom. Igen, ezek a mondatok mindenkinek ismerősen hangzanak. De kibírtak, kibírnak bennünket. Tehát köszönet férjnek, feleségnek, barátnőnek, gyereknek egyaránt. Ez a koncert most nekik is szól. Hosszú az út, amit eddig megtettünk, és remélem még sokkal több áll előttünk. Koncertünkkel szeretnénk megköszönni önöknek, hogy kitartottak mellettünk, segítettek bennünket minden lehető és lehetetlen helyzetben, hogy egyáltalán mi művészeti iskola lehettünk. Művészetoktatás. Igen, ez a mai háborgó világunkban talán kissé háttérbe szorult, de nekünk az a dolgunk, hogy a művészetek erejével hassunk gyermekeinkre, hogy érezhessék, megtapasztalják tehetségüket, kreativitásukat, megismerjék saját magukat, eligazodjanak ebben a felgyorsult, pörgős világban. Arra törekszünk, hogy iskolánk valóban a művészetek szentélye legyen, egy nyugalmas, békés sziget a mindennapokban. Gogol szavait idézve, magasra emeli a művészet az embert, nemessé, csodálatosan széppé varázsolhatja lelkének minden rezdülését. Mi a művészeti neveléssel, a művészeti tehetséggondozással foglalkozó pedagógusok őszinte hittel és mély elkötelezettséggel valljuk, a művészet szerves része a megismerésnek, a tudásszerzés folyamatának. Nehéz a feladatunk, de talán ezért, és ettől a legszebb, a legnemesebb feladat is a miénk. És mi ezt nagyon szeretjük. Elkötelezett, elhivatott kollégákkal dolgozhatunk együtt, akik minden helyzetben teszik a dolgukat, nevelik, művelik, tanítják növendékeiket. Legyen hát a mai este mindenki ünnepe, gyerekeknek, tanároknak, szülőknek, barátoknak, kollégáknak ünnepe, ünnepeljünk együtt. Erre a napra mindenki nagy izgalommal készült. Így azt gondolom, hogy igazán szép műsor elé nézünk. Láthatnak és hallhatnak versenygyőztes produkciókat, különleges együtteseket és még különlegesebb darabokat. Kollégáim, növendékeink, egykori növendékeink mind-mind arra törekedtek, hogy önöknek sok lélekemelő és lélekmelengető percben legyen részük. Pablo Picasso, spanyol képzőművész, író, festő szavaival kívánok önöknek nagyon szép estét és felemelő élményeket. Vannak festők, akik a napot sárga foltnak festik meg, de vannak olyanok, akik művészetük és intelligenciájuk segítségével a sárga foltot nappá alakítják. Nos, kívánom, hogy ez a fény ragyogja be a mai esténket. És mi más mondhatnék? Napozzunk!
Bevezetésként egy gyönyörűséges táncprodukciót láthatunk, címe Mese az angyalokról. Előadják az alapfok 3. B és a továbbképző 7. osztály növendékei, koreográfus Jandó Radics Zorka. Frédéric Chopin, Hámol keringő. Zongorán előadja Tolnai Rebeka. Felkészítő tanára Iván Katalin.
tanár-diák produkcióval folytatjuk műsorunkat. Dimitri Sosztakovics, Preludium, és Friedrich August Kummer, C-dur duó harmadik tétele hangzik el, méghozzá Gordonkán. Előadják Ján Boglárka és Mirejder Ferenc.
Zongorán közreműködött Iván Katalin. Következő percekben ismét egy táncos produkciót láthatunk. Címe Más, mint mi. Előadják az alapfok 5. A osztály növendékei. Koreográfus Csökli Noémi. Felkészítő tanár Papanita. Csökli Noémi iskolánk növendéke volt, jelenleg a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum táncművészeti tagozatának 11. évfolyamos növendéke. Thank you.
gitáregyüttest fogunk a színpadra szólítani. Két művet fogunk tőlük hallani, Francis Clenian Trois Climats első tétel és Dave Brubeck Take Five. Ez most a mazsola lesz, felkészítő tanáruk Sára Erika.
Egy volt növendékünk következik, Göncz Máté. A következőket írta. Az ANK 1-es számú általános iskolájában kezdtem a tanulmányaimat, másodikos koromban kedvet kaptam a zenetanuláshoz. Rózsafi Gergely tanár úrnál tanultam 5 évig ütőhangszeren játszani. Tanár úr és Sára Erika tanárnő megszerettette velem a zenét, és jelenleg is a jövőmet zenei pályán képzelem el. 7. koromban lehetőséget kaptam, hogy a PTE művészeti kar különleges tehetségek osztályában folytassam zenei tanulmányaimat Gót Tamás tanár úrnál. Az elmúlt években lehetőségem nyílt betekinteni a Pannon Filharmonikusok és a Pécsi Nemzeti Színház életébe, és kisegítőként a zenekarral együtt játszani. Középiskolai tanulmányaimat a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában folytatom, idén érettségizek. Vágyott célom, hogy bejussak a Zeneakadémiára, és szívesen tanulnék a későbbiekben külföldön is. 2 darabot fogunk hallani Máté előadásában, Eric Samu Rotation 3 és John Sterling Pratt Guidepost. Tanára Gót Tamás.
First Waltz. A Pakson megrendezett International Starlight Competition első helyezettje a színpadon. Előadják az alapfok 4. D-osztály növendékei. Koreográfusuk Dr. Pap Judit. Következő percekben a fuvolát fogjuk hallani a színpadon. Pap Bálint számos kisebb versenyeredménye mellett regionális első és országos második helyezett növendékünk. A 2 hete megrendezett Nyitnikék országos versenyen volt az egyik darabja a következő, Tanaka Románc. Felkészítő tanára Takácsné Alexa Margit. A zongorán közreműködik Iván Katalin.
Egy gitárprodukciót fogunk hallani, tanárdiák, trió formátumban. Fernando Díaz Giles, Soy de Aragon. Előadják Gyöngyösi Ferenc, Schneider Filip és felkészítő tanáruk Vicértes László.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tandi Zsófia vagyok. Mivel Karolinának sajnos egy fellépés miatt el kellett mennie, ezért innentől kezdve én veszem át a stafétát. Hála Istennek én is elmondhatom, hogy elég sok közöm van a művészeti iskolához. Kisebb megszakításokkal, ahogy itt számolom, 20 éve veszek részt az iskola életében, és ha már ott nem állhatok fönt, akkor most itt állok lent, és veszem át a műsor vezetését. Most engedjék meg, hogy a képzőművészeti tagozat bemutatóját levetítsük önöknek. Néhány gondolat a képzőművészeti tagozatról. A vizuális gondolkodás nem lehet a természet nélkül. Révén benne vannak színek, alakok és formák, átrétegződő idő és maga az ember. A rajzolás és plasztikus módszer ebben a tekintetben olyan, mint amikor a semmiből akarunk teremteni. A nyersanyag a gyermek, eszközünk a papír és az agyag. Országos grafika, festészet, szobrászat versenyek, nemzetközi pályázatok, kiállítások, művészeti gimnáziumi és egyetemi felvételire készülő alkotásaink a tanár és diák együttműködésének gyümölcsei. Fogadják szeretettel a képzőművészeti tanszak tanárainak, Kéméndiné és Simon Krisztinának és Keményfi Gábornak bemutatóját. Thank you.
klasszikus balett variáció következik. Don Quixote című balettból Kitri variációját fogja előadni Rácz Katinka, volt növendékünk, aki jelenleg a Magyar Táncművészeti Egyetem harmadik évfolyamos tanulója. A Don Quixote három felvonásos balett, melynek alapját Miguel de Cervantes híres Don Quixote de la Mancha regényéből vett epizódok adják. Eredetileg Marius Petipa koreografálta Ludwig Minkus zenéjére. Rácz Katinka tanulmányait iskolánkban kezdte, egy évvel később a művészeti iskola és az egyes számú általános iskola tánctagozatán egyidejűleg tanulta a tánctechnikák fortéjait. Több versenyen is kiváló eredménnyel szerepelt, csoportos és egyéni produkciókban egyaránt. Szorgalmának és kitartásának köszönhetően a 2019-2020-as tanév februárjában felvételt nyert a Magyar Táncművészeti Egyetemre. Azóta több balettmester keze alatt fejlődött tovább. Meghívásunkra készült fel Katinka a Kitri variációval, a Don Quixote című balettból, melyet egy nyári kurzuson Babos Lilla mesternő, a Magyar Táncművészeti Egyetem balettmestere tanított be neki. A koreográfiát gondozta Papanita. Fogadják sok szeretettel! Következő műsorszámunk Pergolesi Siciliano. Előadják a művészeti iskola tanárai Martin Lászlóné Bíró Zsófia hegedűn és Iván Katalin zongorán.
Szereben a Pécsi Művészeti Gimnázium, szakgimnázium és technikum közös gitáregyüttese következik. Elsőként William Byrd, Kalino Castorame, másodikként The Last of Glinshee, skót népdalfeldolgozást, végül Shaki Erwin Polka, finn népdalfeldolgozást hallhatnak. Előadja tehát a Szarabánd és a Pécsi Művészeti Gimnázium, szakgimnázium és technikum közös gitáregyüttese, művészeti vezetők Sára Erika, a Művészeti Iskola gitártanára, és Traub Tamás, a Pécsi Művészeti Gimnázium, szakgimnázium és technikum gitártanára. Thank you.
Néptánccal folytatjuk a műsorunkat. Bóli Laura és Győri László, a továbbképző 10. C-osztály két növendéke adja elő a Lakoskodók című koreográfiát. Koreográfus Tandiné Mozsgai Andrea. És most egy különleges produkció következik. Adolf Schreiner, Immer Kleiner, azaz Egyre kisebb című darabját adja elő a Művészeti Iskola két tanára, Tari Gergely klarinéton és Iván Katalin zongorán. Igen, szia! Értekezlek most? Hát figyelj, most itt koncert van. Hát tele van. Te sietünk, jó? Siet, Kati? Te is jössz. Persze. Jó. Most szóltam. Jó, sietünk, figyelj. Annyit tudok tenni, hogy szétszedem a hangszert. Gyorsan közben, jó? Jó, oké, jövünk. Köszönjük. Meghajtjuk. Ja, szia! Jó, az
Következő műsorszámunk Ralph MacDonald, William Harrison Jr. Writers, William Salter, Just Two of Us című darabja. Előadja Kovacsik András gitáron, Magyar Ruben basszusgitáron, Szőke Brandó tanár úr gitáron, Rózsafi Gergely tanár úr kahonon. Énekel Ignác Vivien. Felkészítő tanár Szőke Brandó és Szuprics Edit. And the
És én már tudom, hogy az utolsó műsorszám következik, úgyhogy engedjék meg nekem, hogy még egy köszönetet hadd mondjak, és ez azt hiszem, hogy a legnagyobb a mindegyik közül, vagy nem tudom melyik, mert úgy szinteket nem szeretnék csinálni a köszönetek között, viszont hatalmas nagy köszönet a PKK Apácai Művelődési Ház dolgozóinak, hogy itt lehetünk, mert az az együttműködés, ami még mindig megvan, hála Istennek, intézményeink között, az nekünk hatalmas segítség. És nagyon köszönöm, hogy Attila is és Bernadett is elfogadta a meghívásunkat, sőt, régi igazgatónőnk Dombi Liza is itt van velünk és velünk ünnepel, mert azt hiszem, hogy ez egy hatalmas nagy dolog, hogy mi itt még mindig, mint a NEFCO annak idején együtt dolgozunk. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a segítségeteket, amit eddig kaptunk, remélem, hogy ezután is jöhetünk segítséget kérni, és még egy nagy köszönet és egy nagy-nagy tapsot kérnék szépen Vecsera Zoltánnak, aki nekünk örök segítőnk, és minden műsorunkat olyan színvonalassá, és úgy meg koreografál odan föntről, a technikusi fülkéből, hogy mi itt lent nagyon nyugodt lélekkel és nyugodt szívvel ülhetünk végig a műsor alatt, és készíthetjük gyermekeinket úgy, hogy nekünk ezen tényleg nem kell mit gondolkodni. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek is a segítséget, Zolinak is a segítséget, és remélem, hogy legközelebb is jöhetünk. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az utolsó műsorszámunk következik. Műsorunk után kérem, hogy meghívott kedves vendégeink és fellépő tanáraink, fellépő növendékeink fáradjanak az előtérbe, ahol egy kis fogadásra várjuk Önöket sok szeretettel. Most pedig engedjék meg, hogy kollégáim és tanáraim nevében megköszönjem megtisztelő figyelmüket, és hogy együtt ünnepelhettünk. Remélem, valóban sikerült a varázslat és műsorunk, no meg a művészetek segítségével kicsit kiléphettünk a mindennapok világából, és lélekemelő, lélekmelengető perceket élhettünk át mi így együtt. Még sok ilyen pillanatot kívánok. Utolsó műsorszámunként engedjék meg, hogy felkonferáljak egy nagyon különleges osztályt. A társastánc tanszak alapfok első D senior osztálya következik. Ez az osztály nagyon különleges. Az alapfok első osztályban általában a legkisebbek táncolnak, ebben az osztályunkban azonban az átlag életkor 68,5 év. Ők azok az örök ifjak, akik szeptemberben kezdték a tánctanulást, de továbbra is töretlen lelkesedéssel vesznek részt a táncórákon, és immár 3 országos első helyezettel gazdagították a társastánc tanszak kiváló eredményeit. Gratulálunk ezúton is nekik! Moon River című koreográfiájukat dr. Papp Judit koreografálta. Fogadják őket nagyon sok szeretettel. Remélem, jól érezték magukat. Köszönöm szépen, viszontlátásra!